nem a legjobban sikerült Horváth Bencének a rajtja. Itt páran vannak előtte, most viszont már nagyon tud jönni, és az utazó sebessége Bencének egészen fantasztikus, és ott van elől Heath-szel együtt óriásit meccsel az olimpiai és világbajnokkal. Heath egy picivel vezet, egy csörnyivel, de ott van Horváth Bence a második helyen, és leiskolázzák az egész mezőnyt. Heath úgy tűnik, hogy nem lehet majd megverni, Horváth Bence megpróbálta a lehetetlent, és nyer egy fantasztikus ezüstérmet Heath mögött Horváth Bence ebben a pillanatban. Egy nem túl jó rajt, inkább azt mondom, hogy egy közepes rajt, és aztán lehetett látni, hogy Bence szétszakítja a vizet tulajdonképpen, hogy megfeszült azért, hogy Liam Heath az olimpiai és világbajnokot és az Európa-bajnokot meg tudja egyáltalán valahogy fogni. Mindent kiadott magából, Heath visszaverte a támadást, és megérdemelten lett természetesen aranyérmes, de Horváth Bence is igen, bizony, maximálisan elégedett lehet ezzel. Ez egy nagyon jó pálya volt. Én szerintem ebben nem sok minden maradt ám. Heathnek pedig az idei EB után megvan az idei VB is. Úgyhogy gyakorlatilag elmondhatja, hogy az elmúlt két évben EB-t, VB-t, olimpiát nyert. És azért az nem semmi. Itt volt a rajtja Horváth Bencének. Dragoszavjevics mellette. Szerencsére a többiek ebben nem tudtak beleszólni, ha úgy vesszük, akkor ez egy kétszemélyes döntő volt. Innentől kezdve itt volt az, amikor nagyon-nagyon megközelítette Horváth Bence Heathnek a hajóját, és a brit fiú tudott még egyet újítani, visszaverte ezt a támadást, és aztán ennyivel, egy harmadnyi hajóval. Kiírják. Óriási meccs volt. És egy újabb érem a magyar küldöttségnek. Egy ezüst megint csak, ugye a férfi kajak négyes ezüstérme után. Hát a 34 másodperc körüli idő volt, és 34-3-60-as volt a középfutam, annál jobb időt evezett most Horváth Bence, és Rumjáncevsz lett a harmadik végül.